A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, néhány nappal vagyunk a Magyar Kultúra Napja ünnepség sorozat után, és ahogy a Paletta magazinban is beszámoltunk róla, egy fantasztikus élményben lehetett részünk a Közösség és Kulturális Központban a fürdősoron. És nem csak azért, mert hogy mivel megerősítetett, hogy Székesfehérvár valóban a kultúra városa, és egy olyan mozaikot sikerült megmutatni ezen a napon egy helyen a közönségnek, az értő közönségnek teszem hozzá, ami bebizonyította, hogy igenis szükség van megmutatni különböző előadásokban. Ennek részese volt sok mindenki más mellett egy jelmeztervező kolléganő Vörös Marti Színházból, aki a régi módi történet jelmezeit mutatta meg, a Szabó Magda regényből a nagy sikerű színházi előadás jelmezeit. Volt szimfonikus kamarakoncert, volt egy remek kortárs előadás, színházi előadás, és ott volt természetesen a Balett Színház is, Egerházi Attila koreográfiájával, ami ugye arról beszéltünk, hogy kamara előadás, de fantasztikus volt az is. Vendégem tehát Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balett Színház igazgatója, tisztelettel köszöntelek. Én is köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Egy kicsit térjünk vissza erre, hiszen én azt gondolom, hogy minden ünnepnek az ad méltóságot, hogy adott esetben, ebben esetben a koreográfus mennyire tudja átélni, beleélni magát, és közvetíteni azt, ami egy ilyen Magyar Kultúra Napján fontos. Nekem csoda volt az Adiversre koreografált, Latinovics Zoltán vers mondására koreografált pár perc, de azt hiszem, hogy ez, aki ott volt, ez megerősítheti, hogy ez el fog kísérni bennünket. Hát igen, Magyar Kultúra Napja, amikor erről beszélünk, akkor nagyon nehéz erről az irdatlan nagy tortáról egy kis szeletet kivenni, hiszen borzasztóan gazdag a magyar kultúra, szerencsére és hál' Istennek. Mivel a legutóbbi dolgozataim és a bemutatóink azok irodalmi témájúak voltak, versekre, prózákra, erről majd talán szót is ejtünk a későbbiekben, ezt a kánont követve, én azt gondoltam személyes indítatásból is, mert hát az egyik kedvenc költőm, de mindenképpen hát talán nem bántok meg más nagy költő óriásokat, mert minden ízlés dolga a művészet befogadása, nálam az első helyen van költészetben Ady Endre költészete. Én régóta tervezem azt, hogy Ady Endrével nekem dolgom van, és valahogy az ő költészetét láttatni kellene táncszínházi produkcióba. És ami említetted, hogy egy pár perces, igen, egy olyan 3 és 4 perc közötti dolgozat volt, hát Latinovics meg az egyik kedvenc előadóművészem, színművész, aki azt nagyon magas szinten tud verset mondani, vagy tudott verset mondani, és Adit meg különösképpen. És ez egy előtanulmány is tulajdonképpen egy készülő, majdan készülő darabhoz, amit nem tudom még mikor fogok tudni, vagy mikor fogok elkészíteni, de ez egy előtanulmánynak is felfogható, és egy nagyon izgalmas táncetűt született. Egyetértek, és hogy mennyire fontos ez az irodalom, már is megérkeztünk a jelenhez, annál is inkább, hiszen a Nemzeti Táncszínházban már bemutatták a Cirkusz című kortárs táncszínházi produkciót, ugye ez Jirzsi Kilián Umballó és Müller Péter Isten bohócai regénye alapján készült, és tekintve, hogy itt volt Székesfehérváron vendégként a Balett Barátok körénél Müller Péter, most nézzük meg azt a rövid hozzászólást, amit a kollégám kérdezett tőle. Én már írtam egy táncjátékot, sok-sok évvel ezelőtt az Erkel Színházba ment Derbi címmel a nagy magyar balett világválogatott, a Keveházi Gábortól a Pongor Ildikóig, a Metzger Mártáig, a Sárközi Gyuláig,
mindenki táncolt benne, és az Attila is. Tehát mi ott ismertük meg egymást. Ez egy nagy vállalkozás volt, és Lukán György csinálta a zenét, és az amerikai film a Lovakat lelövik, ugye, hogy ez egy nagy táncversenynek a halálra táncolják magukat, és mi ott ismerkedtünk meg az Attilával. És ez nekem egy nagy emlékezetes élményem volt. Ez volt az első táncjáték, ami... És aztán, mikor fölbukkant az Attila, aki hát egy rokonlélek. Tehát annyira fél szavakból értjük egymást, és mert nagy találkozás volt, hogy nagyon boldog vagyok. Mit kell elmondani egyébként erről a közös munkáról? Mennyit kellett ehhez találkozni, együtt gondolkodni, hogy aztán megszülessen a színpadon az, ami az ön könyvében le van írva? Én azt mondtam az Attilának, mert láttam, hogy nagyon tehetséges, azt csinálsz, amit akarsz. Azt majd megnézem. Ez egy más műfaj, mint az író. Én nem így vagyok, hogyha a színdarabomat mutatja be valaki. Akkor dolgozok a rendezővel, ott ülök, ugyanak megvan írva a szövege, akkor finoman javítok rajta, hogy nem így gondoltam, vagy amúgy. De itt, ahol egy regény egy egész más műfajban szólal meg, és neki nem az volt a célja, hogy dramatizálja a könyvet, hanem hogy álmodjon belőle valamit. Na most, ha az ember álmodik, akkor nem szeretik, ha fölébresztik. Egyébként látta már az előadást, gondolom, és mit gondolt, amikor látta a művészeket lépésekben kifejezni a gondolatait? Hát nagyon boldog voltam, de nem csak ott láttam őket, hát itt a próbán is. Elmondhatatlan boldog vagyok. Megmondom, hogy annak ellenére, hogy én író vagyok, a tánc az nekem a véremben van, és a nagy pillanatában, a Nietzsche azt mondta, minden nap elveszett, amikor nem táncoltál. Ez a nagy filozófus mondása. De kevesen tudják, hogy a zsoltárok nagy írója, Dávid király is táncba vitte az embereket. Ezek táncos, hatalmas, nagy áriák voltak. Egy táncos király volt. És amit még inkább nem tudnak, mert apokrif írásokból maradtak fenn, hogy Jézus Krisztus mielőtt keresztre feszítették volna, azt mondta, hogy táncoljunk egyet, mielőtt megélem a kereszthalált. Egy gyönyörű, szép szöveg, és az apokrif iratok följegyezték azt, hogy Jézus táncolt az emberekkel. Ez egy ősi szövegben benne van. Sőt, még az a szöveg is benne van, amire táncoltatok. És azt mondja benne, hogy aki nem táncol, az nem tudja, mi történik itt. Mert ott meg lehet tudni a test, lélek, szellemnek a nagy egység. No, borzongató egy kívülállónak szembesülni azzal, hogy micsoda mérható bölcsességekkel áraszt el bennünket Müller Péter. Hát ő egy nagy személyiség, ő egy médium, és megvan az a Istentől kapott tehetsége, hogy ezt le is tudja írni, mégpedig olyan közérthető módon a legnagyobb dolgokat, az élet legnagyobb és legfontosabb dolgait, hogy mindenkihez, mindenkinek a szívéhez, lelkéhez eljut. Hát ezért is sokan olvassák az ő könyvét. Valóban ez egy nagy találkozás volt Péterrel, most már közel 20 éve találkoztunk először, de lehet, hogy több is. És hát most érett meg az, hogy mi együtt dolgozzunk. Ugye az Isten Bohócai című könyvről van szó, aminek egy táncszínházi változata, vagy lenyomata, helyesen fogalmazva, a Cirkusz című produkció, de ne menjünk el egy másik nagy géniusz mellett, aki a nemzetközi táncélet meghatározó alakja, Jerzy Kilian mellett, hát a világ első számú kortárs koreográfusáról beszélünk, nagyon kevés társulatnak ad
illetve hát olyan társulatoknak ad csak darabot, vagy játszási jogot a darabjai illetően, akikről azt gondolja, és úgy azt látja, hogy művészileg és szakmailag olyan színvonalon, olyan magas színvonalon vannak, hogy azt méltó módon interpretálják. Magyarországon Jerzy Kilian művet mellettünk, tehát a Székesfehérvári Balettszínházon kívül a Magyar Nemzeti Balett, tehát az Operaházban lehet látni. Ez egy nagy öröm, megtiszteltetés, hogy az Umbaló címét egy este be tudtuk mutatni, egy este keretében Müller Péter könyvével. No, egy kicsit azért beszéljünk még Müller Péterről, és visszatérünk Jerzy Kilianra, hiszen ez a cirkusz, ahogy, ja nem, kezdjük talán azzal, hogy a megismerkedéseteket követően azt hiszem, hogy ez egy óriási kihívás táncművészként, hogy egy olyan szerző, olyan regényét bemutassuk tánc formájában, ami olyan mélységeket takar, hiszen, mint tudjuk, egy lebontásra ítélt cirkusz porondján a bohócok mestere az utolsó estén tánccal tanítja a tanoncokat. Igen. A szeretet varázshatalmának titkába. Hogy lehet ezt táncnyelven megfogalmazni úgy, hogy visszakapjuk azt a Müller Péteri ívet is? Hát, amit Péter is mondott, hogy mi félszavakból megértjük egymást, tehát ez a része, ez rendben van. Tehát nyilván én értem és átérzem az ő művészetét és az üzenetét. Ez csak a kerettörténet, és soha nem a kerettörténet fontos, hanem az az üzenet, amit ez a kerettörténeten, az az üzenet, ami átsüt ezen a kerettörténeten. Hát azt kell láttatni, vagy az volt az én feladatom, és vállalt feladatom, hogy én ezt egy táncszínházi lenyomatként fogom érzékeltetni. Nekem minden mű egy nagy kihívás, az egész pályám egy nagy kihívás, az egész élet egy nagy kaland és nagy kihívás, úgyhogy ez one of a kind, egy a sok közül, de persze nem olyan értelemben, hogy ez egy bagatell dolgozat, hanem nekem mindig az a nagy kihívás, amivel éppen foglalkozom, és nem is a kihívás a lényeg benne számomra, hanem az öröm. Az öröm, hogy ilyen kvalitásos anyaggal, ha szabad így fogalmaznom, prózai módon foglalkozhatok, ilyen kvalitásos társulattal készíthetem ezt el, egy olyan városban, ami befogadta a táncszínházat, ez mind borzasztó nagy öröm számomra, tehát ez egy repülés. És olyankor az ember, amikor alkot, és hiszem, hogy Péter is így van vele, akkor nem azzal van elfoglalva, nem az foglalkoztatja, hogy ez mekkora nagy kihívás, vagy mekkora nem, hanem az, hogy azt tudja manifesztálni akár egy írásban, vagy egy táncművészetben, ami bennem megfogalmazódik. És most itt annyiból volt, idézőjelbe teszem, könnyű dolgom, hogy valóban úgy van, amit a Péter is mondott, hogy mi tényleg fél szavakból értjük egymást, tehát a magánbeszélgetésekben is. Én nagyon régóta olvasom az ő írásait, hát a Részeg józanok egy alapmű nekem, szóval fantasztikusan jól tud írni, bárki be tudja fogadni. Egyszer egy, ha szabad ezt elmondani, még egyszer egy mesternő, Roboz Ágnesnek hívták, fantasztikus mesternő, karaktertánc mesternő volt, elmondta, és ez minden művészetre igaz, elmondta nekem azt az igazságot, hogy ő, mint befogadó, akkor kap teljes mértékben kielégülést egy művészeti produktumtól, legyen az előadó művészet, vagy akár egy könyv, és csakra pontokra mutogatott. Szabad itt most megmutatnom kedves nézőknek, ugye itt megérint, itt, itt és itt. Tehát a gyökér csakraik. Ha valamelyik hiányzik, csak intellektuális egy darab, idegen marad. Ha csak az érzelmekre hat, de nincs benne intellektus, valami hiányérzet marad. És Péter úgy tud írni, hogy ezeken a csatrapontokon végigfut. Ez mennyire jelent megerősítést neked egyrészt az ő barátsága, és hogyan tudod ezt átadni a táncosaidnak, a csapatodnak? Hát nagyon érzékeny és jól felkészült, szakmailag is jól felkészült művészekkel van szerencsém dolgozni. Beszélgetek, tehát minden egyes darabnál így a Cirkusz című balettet megelőzően is beszélgettem velük a könyvről, a könyv üzenetéről, mit jelent nekem ez a könyv, mit szeretnék láttatni. Tehát pontosan ismerték, tudták
azt az anyagot, ha szabad így fogalmazni, amihez hozzányúlunk. És csak utána kezdtünk el próbálni. Tehát ők képbe voltak. Tehát íve van a történetnek. Hogyne? Náluk is. Hogyne? Ugyanúgy, ahogy a zumbálónak is. A zumbálót hogyan lehet elmagyarázni? Nyilvánvaló, hogy azért a koreográfusi szempontból is az is egy nehéz kérdés mindenképpen, hiszen ez is egy olyan mű, ami azt hiszem a halállal foglalkozik többek között, de a mélységeket mutatja. Hát a zumbálót azt nem lehet elmagyarázni, és ez a zsenialitása, hogy azt arra rá lehet érezni. Amíg azt mondhatnánk, hogy mondjuk maradjunk már az irodalmi hasonlatnál, szoktam volt mondani, hogy a cselekményes balettek, és hát félig meddig cselekményes balett a cirkusz, ugye a Isten Bohócai könyv alapján készült cirkusz, több szálon futó cselekménye van, de mégis cselekményes balett. Addig a zumbaló az költészet. Tehát annak nincsen cselekménye, de mint tudjuk, egy versnek és egy táncversnek, amelynek nincs konkrét cselekménye, annak nagyon sok cselekménye van. Rengeteg cselekményt előhív az emberből, stimulálja az emberbe a cselekményeket. Megnézünk egy képet, egy Kandinskit, hogyha olyan a befogadó, akkor rengeteg cselekmény, konkrét cselekményt előhív érzeteket. Ha megszagolunk egy illatot, egy parfümöt, parfümnek nincs cselekménye, de csomó emléket előhív a szerelmünkből, a bánatból, és a parfüm is költészet. Nem vizuális költészet, hanem illata az orrunkkal, a szaglás által. Vagy meghallunk egy zeneművet, egy Sosztakovics művet, nincs cselekménye, és mégis egy koreográfus számára, de akár egy néző számára cselekményeket indít el. Tehát a zumbaló egy olyan parfüm, egy olyan mű, ami előidéz érzeteket, érzéseket, történéseket, történeteket emberekből. Tehát a kortárs táncszínház barátai pedig befogadóak, hiszen ez népszerű ez a darab. Ez két oldalú, mondom, mindig interaktív, tehát én soha mindig azt szoktam mondani, hogy... Nem magadnak csinálod. Nem, és tehát passzív szemlélője valaki, passzív szemlélője egy előadó művészetnek, soha nem lakik jó, soha nem kap tőle. Tehát szoktam volt mondani, hogy nehogy félreértse valaki, tehát nézőnek lenni is felelősséggel jár, hogyha kapni akarok valamit. Tehát akkor kiürített zsebekkel, előítélet nélkül helyes beülni egy színházba, és hagyni kell, hogy hasson rám a művészet. Így van. Tehát ez egy közös program, ilyen értelemben. A művészek és a közönség között. Menjünk tovább, hiszen én azt gondolom, hogy az elmúlt esztendő sikeres volt, és erről már beszéltünk, hogy meg annyi darab került át az idei repertoárba is. Ez szintén megerősítést jelent, én azt gondolom, mert hogy a csapat az állandóságban is hihet, ilyen értelemben. Az állandó változásban hiszünk, vagy ha nem is hiszünk, ez van. Olyan, hogy állandóság, olyan nincs, és a táncművészetben meg végképp nincs, csak nézzük a klasszikus balettet. Hát, ha megnézünk én archív felvételeket, hogy Ulanova vagy Pavlova hogy táncolt ma, azért megmosolyogjuk, pedig akkor az egy nagyon magas szintű technikai felkészültség volt és kifejezés. Ma már túl maníros lenne, túl mesterkélt, túl kevés technikailag, de akkor az volt. A klasszikus balett sem állandó, bár ugye azt mondjuk, hogy a klasszikus balett, ami örök, és nem. Ma már nem úgy táncolnak klasszikus balettet, mint régen. És csak ez egy példa. Tehát az élet sem állandó. Úgyhogy viszont, amit átviszünk repertoárba, az több okból visszük el, hogy minél több visszük át a másik évben, mert minél több embernek szeretnénk megmutatni, hogy túl sokat nem játszunk a városba, hogy ne vegyük elő újra és újra. Ez az egyik, a másik oka pedig azért, mert több szereposztásban is eljátsszuk, előadjuk ezeket a darabokat, és akár ha valaki látta mondjuk egy szereposztással ezt a művet, teljesen más lehet neki egy másik interpretálásból, úgyhogy érdemes többször megnézni egy darabot. Nyilvánvaló. Lesznek új darabok is természetesen, de jó néhány megmarad. Erről beszéltünk az elmúlt időszakban már. Mire készültök? A legközelebbi bemutatónk az március 17-én lesz. Ez, amiről most éppen beszélgettünk, az Zumbaló című est, amit itt, idehaza Székesfehérváron egy triple build, úgy szoktuk mondani a táncos világban, három egy felvonásos táncmű, táncvers fogja alkotni. Szintén keveset játszottuk, és szintén irodalmi témaümű
az idézőjelek. Ugye El Simon László művére készítettem hasonlóképpen, mint Müller Péter könyvére, aztán a cirkusz, és természetesen Jirzsik Ilián Unballó műve, ez egy este keretében lesz, ez lesz március 17-én, aztán áprilisban bemutatjuk a Budapesten nagy sikerrel, a Bartók Fesztiválon nagy sikerrel játszott, bemutatott és játszott Parádé című darabunkat. Most még egyenlőre Bobán Markovics zenekara nélkül, de titkos vágyam, vagy nem is titkos vágyam, hogy elhozzuk ezt majd Fehérvárra egy megfelelő alkalommal, akár szabadtérre, Bobán Markovicsék zenekarával. Igen, együtt. Beszéljünk Bobán Markovicsról egy kicsit. Hát róla aztán tehát sokat lehet. Nem, csak azért mondom, mert szerintem Magyarországon nincs olyan zenekedvelő, aki ne tudná, hogy kiről van szó egyik oldalról. Nekem volt alkalma beszélgetni vele is, és a fiával is. Egy csoda élmény, hiszen ő egy olyan nyitott személyiség, aki nem csak fantasztikus adottságokkal rendelkezik, hanem meg tudta ragadni a délszláv zene azon lényegét, hogy bárhova viszi a világban, akkor mindenki felkapja a fejét, és vigyázban ül, ha úgy tetszik. Elementális. Mielőtt tapsolna. Persze. A ti kapcsolatotok honnét indult? Hát onnét indult, hogy én sokat hallgattam az ő zenét, és azt mondtam, hogy nekem valamit kezdenem kell ezzel a zenével, ez elementális erejű zene, ugye a Kustoricegi filmeket idézi, egyik kedvenc filmjeim közé tartozik, vagy rendezőm közé tartozik, és elkezdtem gondolkozni, hogy mikor van erre alkalom. Bevallom őszintén, először én, amikor a csetársulatot vezettem, akkor gondoltam erre, de aztán annyi minden volt ott, hogy ez elmaradt. Hát mindennek meg kell történni a maga idejébe, ugyanúgy, hogy Müller Péter is 20 évet vártunk, hogy én ezt megcsinálom, és nagyon boldog vagyok, hogy ezt a Székesfehérvári Balettszínházzal tudtuk megvalósítani. Mi az, ami megragadott benne, amit szeretnél láttatni velünk, közönséggel? Nagyon sok minden, nem tudom szavakba önteni, mert akkor még nem a lényeget mondanám. Hát egyszerűen, ahogy hallgattam a zenét, az megérint, tehát közel van hozzám. Olyan ajtókat nyit ki bennem, ami arra inspirál, arra ösztönzött, hogy én ezzel foglalkozzak koreográfusként, és egy táncszínházat csináljak. Tehát ne illusztráljam a zenét, hanem egy táncszínházi produkcióba elevenítsem meg. És akkor innentől már adva volt, én megkerestem Bobán Markovicsot, elmondtam neki az ötletemet, borzasztóan tetszett neki, ők még ilyet sose csináltak, tehát ugye mindig koncerteznek, kiállnak, zenekar, koncert, hazamennek. De így, tehát ez az élmény, ez nekik is új volt. És amikor elmeséltem először neked, úgy olyan lelkes volt csak, mint én, mint egy gyerek, és elkezdtünk rögtön tervezni, hogy melyik számok, melyik album, és akkor onnantól már elindult a folyamat. Ostromlod a csúcsokat ilyen értelemben? Tehát ugye itt volt Jirzsik Ilián, és előtte még nagyon sokan. Tehát világsztárokról beszélünk. És jött Müller Péter, aki számunkra egyértelmű a világnak azon sztárja, akit mi is be tudunk fogadni itthon Magyarországon, és most pedig jön a csoda, délszláv csoda. Nem tudom, érdekes kérdést tettél fel. Én ezzel nem gondolkoztam, hogy én mit ostromlok, vagy mit nem, talán saját magamat, de van egy régen, nekem talán a nagymamám mondta egyszer azt, és ez úgy megragad bennem, már közhely, de így van, azt mondja, fiam, bármi, vagy kisunokám, bármit csináljál, csak azt csináld jól. Lehet, hogy itt titkon én rettegek a középszerűségtől, hogy valamit középszerűen csináljunk, akkor sokkal rosszabb, vagy a középszerűségnél rosszabb nincs. Tehát amikor ugye spanyol feleségem van, mint tudjuk, Cristina Porres Mormene a személyében, hát én is beszélek most már úgy, ahogy spanyolul, és van egy mondásuk a spanyoloknak. Ők, az így szól spanyolul, hogy quiero pero no puedo. Tehát, hogy valamit nagyon akarunk, csak nem tudjuk. Tehát valami, ami látszik rajta, hogy középszerű. Szóval úgy nem érdemes csinálni, akkor inkább vagy rosszul csinálja az ember, de az még mindig értékelhető, vagy ne csinálja. Tehát nyilván, hogy én a szakmában is úgy voltam és vagyok, hogy mindig olyan emberek társaságát kerestem, és keresem a mai napig, akik abba, amit csinálnak, azt magas színvonalon csinálják, és az azért lehetséges, hogy magas szinten csinálják, mert az egész életüket dedikálják annak, amit csinálnak. Ez a bensőséges hangulat, amely munkával telik, zömmel, jellemző nyilván az új otthonotokra is. Belaktátok már?
Hogyne, hogyne. Nagyon boldogok vagyunk, mert ez egy olyan hely, egy olyan méltó, egyrészt méltó hely a működésünk, de más működésünk tekintetében. Másfelől pedig szakmailag minden kritériumnak megfelel. Ugye a baletterem az a megfelelő méretű, közel 200 négyzetméter, a táncnak kell ez a hely, egy professzionális táncszínháznak. A padlózat olyan minőségű, hogy megvan a megfelelő rugózás, hogy a táncosok lába és gerince nem sérül. Végre ott egy helyen vagyunk a táncosokkal, tehát az irodák is ebben az épületben vannak. Most már nagy valószínűséggel a jelmezraktározás is, az folyamatban van. Azt gondolom, ott kerül majd elhelyezésre, de itt még ezt meg kell nézni, hogy melyik hely lesz a legmegfelelőbb. Szóval minden együtt van ahhoz, hogy professzionális szinten tudjon működni a táncszínház. Egyébként mi azt tapasztaljuk, mert azért gyakorta feltűnnek a városban a magántáncosok, kartáncosok, gyakornokok egyaránt, hogy talán már ők is egy kicsit székesfehérváriak. Nagyon szeretik a várost, én úgy szoktam nyilván beszélgetni velük, meg szoktunk együtt beülni egy kávéra, amikor jó idő van, és ki lehet ülni a különböző teraszokra. Nagyon szeretik a város hangulatát. Mondjuk a legtöbbet a városból a balettermet látják, mert ez egy nagyon munkás műfaj, délelőtt, délután, a hét minden napján próbák folynak, de amikor szabadidőnk van, és lehetséges, akkor mászkálunk, elmegyünk a fürdőbe, elmegyünk egy kávézóba, egy étterembe, úgyhogy belaktuk a várost. Tehát a Kovádis az már rossz kérdés ebben az értelemben. Hát ez meghaladott kérdés. Én örülök neki, hogy otthonra találtatok, és én azt gondolom, hogy bár ezt a beszélgetést még órákig lehetne folytatni, hiszen nagyon sok minden fog történni. Hála Istennek, így most már a koronavírus járvány után azt hiszem, hogy megnyugszik a világ, bár azért... Ne is emlegessük, mert képes és visszajön. A gazdasági válságot pedig majd megoldják, akinek ez a feladata. Hát mit kívánjak? Hát a mi szakmám a kéz- és lábtörés szoktak kívánni, de hát magunknak és mindannyiunknak és a közösségnek, a város közösségének, a fehérváriaknak egészséget, szeretetet, békességet és a kultúra szeretetét, mert az a lelki gyógyszer. Így van, egyetértek. Attila, köszönöm szépen. És hajrá, ugyanígy tovább. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, sok mindenről ejtettünk szót Egerházi Attila igazgatóval. A lényeg, hogy ebben az esztendőben is színes, változatos program vár bennünket a Székesfehérvári Balettszínház művészeinek előadásában. Úgyhogy hajrá, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.